Van egy ilyen kis szinkron motorunk, ami semmilyen életjelet egyelőre nem produkál. Eléggé töröttnek néz itt ki ez a becsatlakozás. Megpróbáljuk szétszedni. Összejelöljük, hogy így volt. Ezeket a kis visszahajtott füleket felnyitjuk. Így. És remélhetőleg ezzel nyílik a beltartomány is. Megnézzük, hogy mi van oda bent. Igen. Most, hogy egy kicsit megforgattuk a tengelyét, megnézzük azért egy teszt indítással, még mielőtt kivennénk a további részeket. Aha, indul. Tehát csak valamit vagy bekapott, vagy beragadt. Egészen eddig ment is, és most meg már nem megy. Most nem megy. És megint megmozgatjuk. Ráadjuk a feszültséget. Jelenleg elindul, de nem megy. Olyan, mint ha most beakadt volna. A kihajtó fogaskerék az egyértelmű. Annyiból egyértelmű, hogy ez ugye a teteje, a kint levő rész, és a kihajtó tengely van kívül, a fogaskerék belül. A bentiek sorrendben. Ez legyen mondjuk a harmadik, ami legfölül van. Így. Ez legyen a második. Szint. És ez legyen a legalsó, az az első szint. És ugye azt is megjelöljük, hogy ez az egyes, ez a kettes, és ez a hármas. Így. Na most ki tudjuk ezt, vagy hopp, ezen van egy rugó. Ezen a középső tengelyen van egy rugó. Ez a középső tengely rugója. Uh-huh.
az. Itt van. Ez a két rész, ez itt van. Ez pedig itt középen. Középen. Jó. Na most megpróbáljuk kivenni. Hogy? Azt még nem tudjuk. Valahogy ki kéne feszíteni. Talán innen lehet nyomni. Jaj! Aha, valamit megnyomtam. Egy tekercs szigetelést, ha jól látom. Aha, így jön ki. Így jön ki. Semmi probléma. És ez a mágnes, vagy tekercs szigetelés, ez már több helyen törött. Ez úgy néz ki, hogy fix rögzítésű. Akkor viszont lehet, hogy ezekből a törött darabkákból van ebbe benne valahol olyan pozícióban, ami ugye nem megfelelő, mert ennyi ennek a kiemelése. Alaposan feldarabolódott ez a kis szinkronus motor. És ez szerintem a bekötés, ami nincs bekötve már, ugye? Sehova. Ez egy olyan bekötés, ami sehova nincs bekötve, viszont ez a drót, ez nagyon vékony. Olyan vékony, hogy a hajszálnál vékonyabb sokkal. És nyilván ennek ugye nincs másik bekötő vége, és nem is látom, hogy hol van. Lehet, hogy ott, lehet, hogy máshol. Tehát ez teljesen megadta magát. Azért összerakom, hogy azt a berendezést, aminek ez a tengelyét képezte, azért szintén össze lehessen rakni. Akkor visszatesszük ezt a belső részt, úgy, ahogy volt. Tekercset már nem. Így. Egyes volt ezen a tengelyen. Kettes volt ezen a tengelyen. Hármas volt ezen a tengelyen, így, és ez pedig itt alatta volt, így, és így volt rajta a tető. Picit mozdítanunk kell. Hoppá, nem ennyit. Ennél kevesebbet. Ennél kevesebbet. Így.
Hát ez ennyi. Viszont ugye nem tettem rá ide egy rugót, amit ráteszünk, hogy hát mégse vesszen el. Ez volt itt a középső tengelyen. És akkor visszahajlítjuk legalább az egyik ilyen kis fület. Akkor ezt egy kis kalapáccsal lehet ugye visszaütni, letámasztva és egy kis kalapáccsal visszaütni ezeket a kis fülecskéket, hogy záródjon. De azt hiszem, hogy én ebből nem fogok problémát csinálni, mert most csak arra van szükségünk, hogy a tengely tartsa a helyén. Így. És ide rányomódik a tengely, úgyhogy ez nem fog kiesni. Jó lesz.